A magyar export 27%-a Németországba irányul, ám ebben nagyon kevés a kis- és középvállalkozások részaránya. Ez volt az egyik mozgatórugója annak, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megalapította a magyar-német tagozatát. Segíteni, támogatni kívánják a KKV-k útját Németország irányába. Ennek kulcskérdése pedig az információ, fogalmazott Bódi László, a tagozat elnöke. Az információ értékét nem lehet lebecsülni, nem szabad lebecsülni. Németország teljesen más, annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy jártunk már, vannak ott barátaink, ha jártunk oda nyaralni sörfesztiválra. A gazdasági éle és a gazdasági kapcsolatok, és eleve a német elvárások, azok mások, sokkal komolyabbak. A németek nagyon tudják, hogy mit akarnak, és ezt érvényesíti is a beszállítókkal szemben. Tudják azt, hogy mit szeretnének, milyen minőségben, mennyi, hogyan, mikor, hozzá kell szoknunk, hogy a németek ilyenek. A fórumon szó volt továbbá adózási és könyvviteli szabályokról, valamint az export támogatás lehetőségeiről.